A mai előadás témája a rendszerek, az információs rendszerek biztonsága, a biztonságának beállítása, kicsit műszaki aspektusból. A rendszerek biztonságával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miért is kell tulajdonképpen biztonságos rendszereket csinálni, erre pedig a válasz alapvetően valahol a kötelezettségeknél, a compliance-nél, a jogszabályi előírásoknál keletkeztethető. Ne feledjük el, biztonságot jellemzően három okból csinálunk. Az egyik ok az, hogy jó felfogott érdekünkben előre gondolkodunk, és megpróbáljuk kivédeni a legrosszabb eseteket. A második az, amikor megégettük magunkat, és rájövünk arra, hogy mégiscsak jobb lett volna, hogyha biztonságos körülmények között működik a rendszerünk. A harmadik pedig az, hogyha valamilyen előírás jelentkezik, valamilyen előírás miatt, jogszabályi, szerződésbeli kötelezettség miatt kell valamilyen megfelelősséget biztosítanunk. Ne feledjük el, ahogy itt ez a Dilbert kis ábra is mutatja, hogy a compliance alapvetően nem létezik, a liance, azaz a hazugság szó nélkül, de természetesen nem az a célunk, hogy saját magunkat és az ügyfeleinket verjük át azzal, hogy nem biztonságos rendszereket adunk nekik, hanem sokkal inkább az, hogy a lehető legjobban, legmélyebben tudjuk a rendszer biztonságát megvalósítani. Természetesen a rendszer biztonsága több különböző aspektusból is értelmezhető. Azok a szabványok, melyet a képernyőkön látnak, viszonylag jól bemutatják azt, hogy milyen széles körben lehet azzal foglalkozni, hogy az általunk használt elektronikus információs rendszer biztonságossá váljon. Az ISO 27000-es szabványcsalád például csak viszonylag magas szintű általános javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy egy-egy IT-rendszer hogyan legyen bekonfigurálva, hogyan legyen fejlesztve. Ugye az ISO 27000 az elsősorban egy folyamat alapú, inkább a szervezet biztonságára fókuszáló szabvány. A NIST-SP 800-as és 1800-as szabványcsalád már egyel konkrétabb ajánlásokat tesz egy-egy típusú rendszer biztonságos megvalósításával kapcsolatban. Tehát ha például mondjuk naplózással vagy jogosultságmenedzsmenttel kapcsolatos követelményeket keresünk, ami már egy mérnök számára is érthető, akkor a NIST ajánlásoknál, 800-as és 1800-as ajánlások halmazban már találunk valamilyen konkrétabb elvárást. A Common Criteria, mint ahogy ezt egy másik általam feltöltött videóban itt a YouTube csatornámon meg lehet nézni, viszont már egészen konkrét javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy egy-egy konkrét rendszer milyen biztonsági funkcionalitást valósítson meg, illetve hogyan legyenek ezek létrehozva, milyen körülmények között. A Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások, a 41/2015-ös BM rendelet, pedig egyfajta hibrid ezen eljárásoknál, hiszen nagyon sok szervezeti ajánlás van, nagyon sok viszonylag ködösen megfogalmazott műszaki követelmény található benne, mégis rá lehet mutatni arra, hogy a rendszer valójában mit tudjon. Ami szintén egy hatalmas nagy különbség ezen eljárások és elvárások között, pedig az, hogy vannak olyan szabványok, melyek kimondottan egy-egy jól megfogható informatikai termékre vonatkoznak, tehát például itt van egy operációs rendszerem, és az operációs rendszeremet szeretném úgy beállítani, hogy az bizonyos standardek alapján biztonságos legyen. Itt például a Common Criteria és a korábban megtárgyalt biztonsági irányzatok erre egyfajta útmutatást adnak, míg mások inkább csak ködösen utalnak arra, hogy ha van egy rendszerem, és ez a rendszer nem csak egy operációs rendszerből, hanem rendszerek összességéből, tehát mondjuk egy konkrét IT infrastruktúrából áll, akkor milyen eljárásrendeket kell tennem annak érdekében, mondjuk konfiguráció, mondjuk mindezeknek a biztonsági menedzselése érdekében, mondjuk úgy, hogy legyen hozzá egy-egy kimondottan biztonságot megvalósító termék, mondjuk egy tűzfal vagy egy IPS-IDS rendszer. Ezt hogyan kell fölépíteni az ISO 27000-es, illetve mondjuk a 41/2015-ös BM rendelet ebbe az irányba mutat. A rendszer biztonságát tehát lehet elemi és infrastruktúrális szinten is értelmezni. Egy biztos, bármilyen rendszerről is van szó, azokat az információbiztonsági ökölszabályokat, melyet elvileg minden néző kívülről ismer, és melyek egyébként az IBTV-ben is visszaköszönnek, ezeket ebben az esetben is figyelembe kell venni. A legalapvetőbb szabályunk pedig alapvetően az, hogy nem költünk többet a biztonságra, mint amekkora kárt az adott rendszer által kezelt információs vagyon valamilyen sérülése okozhat, azaz ágyúval nem lövünk verébre.
Miért fontos ez? Azért, mert a rendszerek biztonságát nyilván az elviselhetetlen bonyolultságúra is lehet fokozni, de valójában az a bizonyos Pareto-elv, a 80-20-as szabály itt is érvényes, miszerint amúgy a védelmi intézkedések 20%-nyi ideális alkalmazásával a támadások, a potenciális incidensek 80%-át egyébként kezelni tudjuk. Erről szól ugye a kockázatelemzés. A második ilyen ökölszabályunk az, hogy a védelem legyen teljes körű, és az egész rendszerre terjedjen ki. A biztonsági beállítás, a rendszerek biztonsága alapvetően elemi szinten, elektronikus információs rendszer elemszinten fogható meg a lehető legjobban, viszont mindazok, amiket ebben az előadásban el fogok mondani, segítenek, hogy ezt teljes körűen az összes IT rendszerre ki tudjuk terjeszteni, lehetőleg egyenszilárd módon. Legyen zárt, tehát vegyen figyelembe minden fenyegetés. Ehhez nyilván tudnunk kell azt, hogy milyen fenyegetési környezet áll rendelkezésre, illetve milyen fenyegetések ellen kell védekeznünk. Ebben a későbbiekben részletezett pentesztek, sebezhetőségvizsgálatok például rengeteget tudnak segíteni, hogy átlássuk, mégis mik azok a támadási pontok, mik azok a fenyegetések, melyekre a biztonságot meg kell valósítani. Legyen folytonos, tehát kövesse a változásokat, és folyamatosan valósuljon meg. Szintén ebben az előadásban fogom bemutatni azt, hogy hogyan tudjuk követni azt, hogy az egyes IT rendszerekre vonatkozóan milyen új fenyegetések vannak, hogyan lehet ezt a legjobban beépíteni az IT üzemeltetési, IT biztonsági üzemeltetési rutinba, és hogyan lehet azt megvalósítani, hogy ezeket rendszeresen, szisztematikusan építsük be, ezeknek a kijavítását az üzemeltetési eljárásokba. Egy biztos, nem fogunk tudni mindent megoldani, egy biztos 100%-ig biztonságos rendszer nincsen, de hát ezért használjuk a PREDECO elvet, preventív, detektív, korrektív védekezést, ezért van az, hogy több szintű hészerkezetes védelmet építünk fel az IT rendszerünkbe, és nem próbálunk minden egyes problémát megoldani, úgy sem fog megvalósulni és megoldhatóvá válni mindez. A jelen előadás szempontjából az egyik leghasznosabb eszközünk arra vonatkozóan, hogy átlássuk a sebezhetőségeket, átlássuk azokat a potenciális lyukakat, melyeken a védelmet meg kell valósítanunk, a sebezhetőségvizsgálat, melynek kimondottan az a célja, hogy a teljes rendszer összességében, az IT infrastruktúránk tekintetében azonosítjuk a gyenge pontokat. Nyilvánvalóan minden egyes IT infrastruktúra számos IT rendszer tartalmaz, az egyes IT rendszereknek egy-egy nem azonosított sebezhetősége, vagy éppen egy-egy olyan egymásra épülő sebezhetőség, melyeket nem triviális kibuktatni, ezeket lehet a sebezhetőség vizsgálattal jól azonosítani, segítve ezzel azt, hogy ezek a gyenge láncszemek eltűnjenek a rendszerből, és erősebbé tegyék a teljes IT infrastruktúrát. Ehhez először is meg kell kapnunk a vagyonelemek listáját, a működési környezetet, melyet mindenki, aki az IBTV alatt dolgozik, kötelezően megtesz az elektronikus információs rendszerek felsorolásával és elemzésével. Amit pedig kapunk, az egy sebezhetőségi lista, amiből utána a kockázatelemzésünket szakszerűen és korrekt módon el tudjuk majd végezni. Ez tehát egy nagyon kritikus pontja az információbiztonság irányítási rendszerének, jól kell tehát elvégezni. De a jól elvégzés és a jó sebezhetőségvizsgálat az nem csak és kizárólag, sőt, ott, ahol mondjuk az információbiztonság egy viszonylag alacsonyabb érettségi szinten áll, nem abból áll, hogy fölbérlünk egy etikus hackert, aki majd jó végignéz mindent, hiszen ez csak a vége, a csúcsa a haba tortán a sebezhetőségvizsgálatnál. Amivel a leggyakrabban kezdeni szoktunk, az, hogyha nem csináltunk korábban még ilyet, az egy ad hoc jellegű listagyűjtés. Gyakorlatilag, hogyha tudjuk, hogy milyen jellegű eszközeink vannak, innentől kezdve nem lesz túlságosan nehéz dolgunk arra, hogy véletlenszerűen kiválasszunk egy adott listából olyan sebezhetőségeket, melyek az adott verzió vagy a konfiguráció alapján a rendszerben vannak. Nyilván ezzel kezdjük, ezeknek a javításával kezdjük. A checklist jellegű felsorolás abban fog segíteni, hogy szisztematikusan az elektronikus információs rendszerek listája alapján egyfajta rendszerezettséggel tudjuk megtekinteni azt, hogy milyen új sebezhetőségek kerülnek elő, ez már valamiféle folyamatot feltételez a szervezeten belül. Végül az állapotfelmérés, az, amiben az etikus hekkelés is beletartozik, ami már abban segít, hogy ha azt gondoljuk, hogy a rendszerünk kellően biztonságos, akkor egy külső szemlélő segítségével fedezzük föl azokat a korábban általunk nem azonosított lyukakat, melyek
Például ugye az egyes rendszerek egymásra, egymástól függésétől, egymás épüléséből eredeztethetőek. Ennek számtalan módja van, ezek közül viszont csak a technológiai vizsgálatokba mennék bele, melyek közül az első a külső és belső sebezhetőség vizsgálat, azaz a vulnerability scanning, mely gyakorlatilag valamilyen műszaki eszköz segítségével segít nekem azonosítani, hogy hol vannak olyan konfigurációs vagy frissítési hiányosságok, melyekre érdemes lenne odafigyelni. Természetesen ezekben rengeteg fals pozitív is lehet, tehát önmagában a sebezhetőség vizsgálat nem fog egy 100%-osan korrekt listát adni, de elemzésnek és alapnak jó lesz. Ami jó benne az az, hogy rengeteg automata eszköz áll rendelkezésre, melynek segítségével ezt ténylegesen napi szinten végig lehet futtatni. A konfiguráció elemzés azt az elemzési megoldást adja, amikor például egy tűzfal szabályokkal kapcsolatos elemzést kell elvégezni. A tűzfal szabályok mutatják azt, hogy milyen bejövő-kimenő forgalom engedélyezett az adott hálózaton vagy hálózati szegmensen, melyet akár manuálisan, akár pedig valamilyen informatikai eszközzel megtámogatott módon lehet végignézni és kiszúrni, hogy hol vannak a gyenge pontok. A konfiguráció elemzés egyébként nyilván operációs rendszerekre vagy bármilyen más szoftverre is érvényes, erről részletesen fogunk még beszélni ebben az előadásban. Határvédelmi rendszer által kikényszerített biztonságpolitika elemzése, konfiguráció elemzéshez kapcsolódóan, ez praktikusan a tűzfal működésének is egyen szisztematikusabb elemzését jelenti. A hálózati forgalom analíziséhez kapcsolódóan meg lehet nézni, hogy azok a szabályok egyébként ténylegesen mit engedtek át, milyen problémák lehetnek, hol vannak azok az egymásra utalt sebezhetőségek, gyengeségek az elemzésben, amit érdemes lenne bezárni. A hálózati forgalom analízise pedig túlmenően a rendelkezésre álló TCP/IP jellegű elemzéssel, akár egy mély elemzésig is elmehetnek, Deep Packet Inspection-nek, DPI-nak hívják ezt a megoldást, mely gyakorlatilag a hagyományos IP alapú forgalmon túl ezek tartalmába való mély betekintést, tartalmi elemzést lehetővé teszik, így felfedve a hálózatban levő egyes problémákat. De ez még csak a hálózat, ezen túlmenően ott vannak a végpontok is, melyek lehetnek akár dobozos termékek, vagy lehetnek egyedi fejlesztésű alkalmazások is. Nyilvánvalóan egy dobozos terméknél aránylag egyszerűbb dolgunk van, hiszen rengetegen használhatják adott esetben a dobozos terméket, így hogyha követjük ezeknek a sebezhetőségét, akkor kapunk egy komplex listát. Viszont egyedi fejlesztésű alkalmazásoknál ez nem áll rendelkezésre. Itt bizony akár nagyon mély külső segítséget is, célzott sebezhetőségvizsgálatot is végre lehet hajtani. Ezek alapján a különböző tesztelési eljárásokat alapvetően három nagy csoportba szoktuk besorolni, melyek közül az egyik az úgynevezett white box tesztelés, más néven biztonsági funkcionális tesztelés. Ezek kimondottan az egyedi fejlesztésű alkalmazásoknál, vagy a dobozos terméknek tervezett, de mégiscsak a fejlesztő által végrehajtott tesztelésekbe tartoznak bele. Ebben az esetben a tesztelés akár operációs rendszer szintig, illetve kódszintig, bitszintig is lemehet. Ebben az esetben a tesztelőnek minden olyan dokumentáció és minden olyan forráskód rendelkezésére áll, melynek segítségével sebezhetőségeket találhat. Itt a kódelemzők, forráskódelemzők esetében is olyan automatizált teszteszközök állnak rendelkezésre, melyek jól mutatják, hogy milyen jellegű problémákat kéne megoldani ezekben a rendszerekben. A következő ilyen szintet gray box tesztelésnek hívják. Ez tipikusan azt jelenti, hogy bár a forráskódhoz nem férünk hozzá, de olyan szintű dokumentáció és olyan szintű hozzáférés van a rendszerünkhöz, melyel magas privilégiummal, illetve alapos infrastruktúra ismerettel lehet végignézni, hogy az alkalmazás vagy az egész komplex rendszernek a védelmi intézkedései, védelmi megoldásai milyen szinten működnek. Ez a védelmi kontrollok teszteléséről szól, és mint említettem, akár alkalmazás, akár pedig infrastruktúra szinten értelmezhető. A behatolás tesztelés, vagy penetration testing, ezt nevezik black box tesztelésnek, amikor maga a tesztelő nem rendelkezik semmilyen mély ismerettel a rendszerről, nem rendelkezik hozzáféréssel sem,
Tehát gyakorlatilag egy adott IP címet kap, és egy elérendő célt jobb esetben, és ezen keresztül, ezen az IP címen hozzáférésen keresztül kell emelni egyrészt a saját privilégiumait, másrészt pedig, hogyha infrastruktúra tesztelésről van szó, akkor túljutni az adott rendszeren és a teljes infrastruktúra szinten megtalálni a sebezhetőségeket. Más néven blue teamingnek és red teamingnek is szokták ezt nevezni. A blue teaming esetében a védelemről beszélünk, tehát a védekező feladata a támadásoknak az azonosítása és kivédése. Itt a Blue Team tagjai pontosan ismerik az infrastruktúrát, és képesnek kell lenniük a védelmet meghozni, hiszen van elégosultságuk. Miközben a Red Team, azaz a támadó csapat a Black Box tesztelési megoldással támadja ezt az infrastruktúrát. Különös tulajdonsága a black box tesztelésnek, hogy csak egy bizonyos szintig automatizálható, azaz a felderítésnél, illetve triviális hibák kihasználásánál lehet a különböző elérhető automata teszteszközöket használni, viszont egy bizonyos szinten túl már saját fejlesztésű, vagy éppen személyre szabott eszközök használata elvárt. Mindennek a legfejlettebb és legkomplexebb megoldása az etikus hekkelés, amikor a különböző black box megoldásokon túl az emberre ható támadás is föl lehet használni, a social engineeringet, azaz a rendszerbe való behatolásnál nem csak műszaki eszközök, hanem valamilyen emberi hiba kihasználása is lehetővé válik, így szerezve például kezdeti hozzáférést magához a rendszerhez. Nyilvánvalóan az etikus hekkelés egy lényegesen szélesebb eszköztárat enged a támadónak, ennek megfelelően az eredmény sokkal biztosabb, viszont nem feltétlenül fog elmondani olyan mélységű műszaki információt a rendszerünkről, mint ami mondjuk egy különböző színű box tesztelésnél kiderülne, hiszen az emberen keresztül átjutni nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb, mint hogyha egy jól felkészített határvédelmi eszközön próbálnák meg valamilyen szinten áthatolni. Hogy hogyan értékeljük ezeket az eredményeket, erre számos megoldás van. Nyilvánvalóan azt, hogy mi milyen szinten állunk, azt nagyon jól mutatja, hogy hogyan állnak a többiek, tehát hogyha van valami egy iparági jó gyakorlat, egy best practice, akkor már egészen jól meg tudjuk mondani, hogy a felkészültségünk milyen. Ebben például a 41/2015-ösben található különböző biztonsági szint és osztály besorolás segítséget nyújthat, de ebben az előadásban később még visszatérek azokra a kimondottan mély műszaki beállításokra, melyek mutatják, hogy mi lenne az ideális, és ehhez képest mi hol vagyunk. Ehhez viszont először is meg kell ismernünk az elnevezett Cyber Kill Chain modellt, hiszen mindazok az ajánlások, amik erről még a későbbiekben beszélni fogok, azok alapvetően egy nagyon komplex, az amerikai szövetségi állam által létrehozott rendszerben értelmezhetőek. Miért pont amerikai? Nyilván azért, mert ez a legjobban hozzáférhető, legteljesebb, legkomplexebb információbiztonsági ajánlásrendszer, és az elmúlt évtizedben olyan jól föl tudták építeni amerikai kollégáink ezt a rendszert, hogy mindenképpen érdemes megismerni, hogy hogyan gondolkodnak ők, illetve mindazok az ajánlások, amiket szintén én ebben az előadásban ismertetni fogok, ezek valójában milyen koordinátorrendszerben értendőek. Ehhez először is a Cyber Kill Chain modell, mint említettem, szolgál alapul, hiszen a Cyber Kill Chain modell, melyet 2008-ban a Lockheed Martin cég publikált először, tud egy olyan általánosan elfogadott eljárásrendet mutatni nekünk, mely végigviszi, hogy hogyan is történik valójában egy informatikai támadás. A hét lépcső folyamán az első lépés, a reconnaissance, azaz a felderítésnek az eszköztára, melyben a támadó megismeri, fölméri azt, hogy milyen módon működik az adott cég, hol vannak a gyenge pontok. Ez nagyon gyakran ugye open source intelligence, nyílt forrású hírszerzést jelent, de jelenthetnek olyan adott esetben a célpont számára is érzékelhető támadásokat, mint például egy hálózati szkennelés, amiben a valószínűsítetlen az áldozathoz tartozó IP címeket mérik föl. Jellemzően viszont ez egy passzív, tipikusan olyan megoldás, amit nem fog tudni érzékelni a leendő áldozat. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy ma már azért a cégek egymással együttműködnek, tehát egy olyan ellátási
lánc alakult ki az egyes cégek mentén, hogy ha a nagy halat le akarjuk vadászni, akkor a nagy vad levadászásánál nem feltétlenül a nagy vadnál kell kezdeni, hanem valamelyik beszállítójánál, ahol feltételezzük, hogy gyengébb a védelmi szint, és ezen a beszállítón keresztül tudunk majd bekerülni valahogy a célpontnak a számítógépébe. A második lépés a weaponization, ez a kis koronavírusra emlékeztető ábra mutatja azt, hogyha földerítettünk valamilyen jellegű sebezhetőséget, akár egy gyenge embert, vagy egy gyenge IT rendszert, akin keresztül majd a támadás végre tudjuk hajtani, akkor ehhez a gyengeséghez kell a megfelelő exploitot, azaz kihasználó kódot, kihasználási technológiát elkészíteni. A harmadik lépés a delivery fázis, az amikor eljutatjuk ezt a korábban kifejlesztett fegyvert a célponthoz. Lehet ez például egy e-mail, egy social engineering eljárás során egy e-mailbe csatolt PDF fájl, amit hogyha az áldozat lefuttat, akkor majd végrehajtódik a kód. Vagy lehet ez mondjuk egy jól irányzott SQL injection támadás egy weboldal ellen, amin keresztül majd hozzá tudunk férni a célponthoz, célpont webserverhez, web alkalmazáshoz. A negyedik kód az exploitation, amikor magát a támadást végrehajtjuk, azaz azt az SQL injection-t lefutatjuk, az a PDF fájl lefutatásra kerül, tehát amikor a gyengeség, a sebezhetőség kihasználásra kerül az áldozatnak a rendszerén, ezzel megnyitva a további lépésekhez az utat. Az ötödik lépés az installation, amikor föltelepül az a kártékony kód a kihasznált sebezhetőségen belül, melyen keresztül a hatást ki tudjuk majd váltani. Például a hatodik lépésben a Command and Control-nál távoli hozzáférést tudunk szerezni a megtámadott számítógéphez, és ezen keresztül tudjuk végrehajtani a következő lépéseket. A hetedik lépésben Actions and Objectives, azaz a célpontunk felé tudunk tovább haladni, tehát hogyha például egy végponton vagyunk, egy számítógépen vagyunk, ott lefutott a kártékonykód, ez a kártékonykód kicsatlakozott a Command and Control szerverhez, akkor például ezen a Command and Control szerveren keresztül, vagyis hát végponton keresztül tudjuk felderíteni, hogy milyen más informatikai eszközök vannak a vonalhálózati szegmensben. Vagy például, hogyha egy webalkalmazás sebezhetőségén keresztül sikerült megszereznem a hozzáférést az adott webszerverhez, akkor megnézni, hogy hogyan tudok tovább menni mondjuk az adatbázis szerver felé, és hogyan tudok ezen keresztül teljes hozzáférést szerezni az adott szervezetnél. Ez tehát a hét lépés, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Nyilvánvalóan mindegyik sebezhetőség vizsgálati megoldás, amiről beszéltem korábban, ezen az útvonalon megy tovább, természetesen különböző mélységekig. A etikus hekkelés, mint említettem, talán a legkomplexebb ebben. Hogyha szeretnénk valamilyen átfogó képet kapni arról, hogy mégis ez a hét lépés hogyan történik meg, akkor a legjobban talán a Mitra által gondozott Attack Framework fog segítségünkre szolgálni. Mitra, vagy hogyha angolosan mondom, MITRE Corporation, az amerikai kormányzat egyik nagyon régi beszállítója, és nagyon sok elemzést és nagyon sok hasznos információt adtak az amerikai kormányzatnak, ennek a töredékét pedig nyilvánosságra is hozták. Ebből talán a legjobban használható, vagy éppen aktuálisan a mi témánk szerint a legjobban használható ilyen publikáció, ez a Attack Framework, aminek a célja alapvetően az, hogy részletesen bemutassa, hogy milyen támadási metódusok ismertek jelen pillanatban a Cyber Kill Chain modellben megismert egyes lépések különböző fázisaiban. Nézzünk is egy picit körbe, hogyan néz ki ez az ATAK. Az ATAK framework alapvetően több különböző elemet tartalmaz. Egyrészt a mátrixokat, a különböző mátrixokat két részre lehet bontani. Vannak az úgynevezett pre-attack fázisok, amikor még nem támadják meg magát a rendszert, tehát gyakorlatilag főleg a felderítési fázis, illetve a weaponization fázis, illetve a post-attack frameworkök, amikor pedig már magát a rendszert támadják. Az idők folyamán több különböző operációs rendszer elleni támadást szedtek össze, Windows, macOS, Linux, illetve cloud elleni támadásokat lehet, itt is a különböző cloud szolgáltatókat lehet, AWS, Azure, Office 365, stb. És vagy általános SaaS elleni támadásokat lehet találni, illetve az egyes mobil platformok, az Android és az iOS platformokkal szembeni támadásokat is
észlelni lehet. Hogy is néz ki? Ugye kezdjük a PIA-tekkel, ismerjük ezt meg. A PIA-tek fázis alapvetően azt sorolja föl, hogy milyen lépéseket tesz meg a támadó ahhoz, hogy megismerje az leendő áldozatát, hogyan készül fel az áldozatból. Hát itt főleg open source intelligence-ben megismert technológiákat lehet látni, nem véletlen az OSINT alapvetően egy nagyon népszerű eszköztára a támadóknak. Itt több különböző lépésben a prioritás meghatározásával kezdően az áldozat kiválasztásán át a technikai és az emberrel kapcsolatos információszerzésig, illetve ugye a szervezeti információszerzésig bezárólag, majd utána a technikai, emberi és szervezeti gyengeségek azonosításáig, végül pedig az OPSEC, azaz a műveleti biztonság felállításáig számos lépést találhatunk, melynek a vége alapvetően a különböző támadó infrastruktúrának a felállítása, illetve a támadáshoz szükséges personák kiépítésével folytatódik, illetve ezeknek nyilván a tesztelésével is. Ez a sok-sok lépés tehát mind-mind szükséges ahhoz, hogy biztonságosan lehessen magát a támadást végrehajtani. Azok, akik etikus hekkeléssel foglalkoznak, nyilvánvalóan egy hasznos információt találhatnak, hogy hogy is célszerű előkészíteni magát a támadást. Azok, akik viszont a védelmi oldalon állnak, láthatják, hogy mennyire esélytelen ezek ellen védekezni. Na de természetesen számos olyan megoldás van, amivel azért lehet csökkenteni az itt levő lépések sikerességét, nem utolsó sorban az internet felől látható információk csökkentésével. Ezután jön a következő lépés, ugye a weaponization megvan, akkor jön a delivery, ahol valahol védekeznünk kéne már. A Windowsra kattintva, de nyilván ez bármelyik másik Matrixban működőképes lenne, lehet látni, hogy az egész történet egy kezdeti hozzáférésnél kezdődik, amikor a delivery megtörténik, azaz elküldjük magát a támadó kódot, majd következik a következő lépés, az execution, azaz exploitation, ami után a kód ott fog maradni, majd a persistence, a perszisztencia, ami lehetővé teszi, hogy a későbbiekben is hozzáférhessen a támadó magához az a kódhoz. Majd azután a következő sok-sok-sok-sok lépés, ezek már mind a hetedik lépéshez tartoznak, az az actions of objectives, azaz hogyan fogjuk tudni elérni a célunkat a rendszerben. Hát az első lépés a privilege escalation, azaz, hogy egy általános felhasználóból adminok legyünk az adott számítógépen, és iktassuk ki az implementált védelmi intézkedéseket, defensive evasion, majd utána szerezzünk hozzáférés más számítógépekhez, credential access, discovery, tárjuk föl, hogy milyen más számítógépek vannak az adott hálózaton, lateral movement, lépjünk tovább az adott számítógépen, és szerezzük meg a hálózati szegmensben található más számítógépekhez tartozó hozzáféréseket, collection, gyűjtsünk be minél több információt a számítógépről és a többi számítógépről, command and control, kicsit ellentmondás nyilvánvalóan, de ugye a hetedik lépéshez lépünk itt vissza, illetve függően attól, hogy vagy a hatodik lépéshez lépünk vissza, függően a hetedik lépéstől lehet, hogy csak innen fogunk valamit elérni. Exfiltration, ugye, hogyha elértük magát a célunkat, akkor valahogy ezt meg kell tudnunk szerezni, ki kell tudunk nyerni a rendszerből, és impact hassunk, azaz érjük el magát a célunkat. Ezek a lépések mind-mind szükségesek, és hogyha lejjebb görgök, akkor lehet látni, hogy egy-egy lépés alatt mennyi-mennyi potenciális támadási megoldás van. Ez mutatja a védelem nehézségét, hiszen amikor támadó vagyok, ezeknek az eszközöknek a teljes eszköztára lehetőségem, illetve rendelkezésem rá lehetőségem van ezt kihasználni. Tehát egy olyan bonyolult támadási mátrixot tudok összeállítani, ami ellen praktikusan esélye sincsen védekezni a védelmi oldalnak. Viszont amikor a védelmi oldalt nézem fel, akkor viszont itt vannak felsorolva az egyes támadási megoldások, tehát lehetőségem van arra, hogy lépésről lépésre végig gondoljam, hogy hogyan tudok az egyes pontok ellen védekezni, és beimplementálom azokat a preventív, detektív, korrektív védelmi intézkedéseket, melyek majd segíteni fognak nekem a későbbiekben. Ezek tehát a Matrixnek az elemei, de mi történik, hogyha rákattintok egy elemre? Ebben az esetben részletes információt kapok arról, hogy mi is ez az egész elem, tehát itt az Accessibility Features-re kattintottam, és kapok egy részletes leírást, hogy a Windows esetében ez konkrétan
mit is jelenthet, és kapok további információkat. Egyrészt van egy egyedi azonosítója ennek, illetve van egy taktik részt, ahol azt lehet látni, hogy a konkrét támadást milyen taktikai elemnél szokták használni. Visszamegyek ugye a Matrixba, ott fogom, hol fogom megtalálni. Ugye egy platformot, egy Windows-t látok, nyilvánvalóan, hiszen a Windows-os Enterprise Matrixba kattintottam bele. Van egy permission required, azaz milyen szintű hozzáférés van szükségem ahhoz, hogy ezt az adott támadást végrehajtsam. Itt már egy adminisztrátori felhasználóra van szükségem. Milyen hatékony hozzáféréssel kell rendelkeznem, egy system szintű hozzáféréssel kell rendelkeznem, milyen adatforrások állnak rendelkezésre, hogy mindezt felhasználjam, a Windows Registry, File Monitoring, illetve a folyamat monitorozás segít majd mindenben nekem, mindenben számomra. Itt, hogyha a fönti elemen megnézzük, fönti merülben megnézzük, akkor azt is lehet látni, hogy a taktikák, illetve a különböző védelmi technikák külön-külön felsorolásra kerültek, és ezen belül, illetve a következő körnél a mitigation, azaz az elhárításra is tippeket kaphatok. Tehát, hogyha konkrétan ezt a típusú támadást szeretném valahogy kivédeni, akkor kapok három tippet is, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Illetve detection, tehát ugye ne csak preventív védelmi megoldásokban gondolkodjak, hogyan lehet olyan detektív kontrollokat implementálni, melyek lehetővé teszik ennek a támadásnak a végrehajtását. Kattintsuk bele a mitigation-be, milyen szintű információt kapok. A mitigation-nél, az execution prevention, tehát a végrehajtási védelemnél egyrészt felsorolásra kerül, hogy konkrétan milyen pontoknál, milyen taktikai elemeknél lehet és kell szembesülni azokkal a támadásokkal, melyekre ez a védelmi megoldás valamiféle információval szolgáltat, illetve nagyon-nagyon sok referenciát kaphatok, amivel tovább mehetek, és részletes információt olvashatok. Például itt van egy Microsoftos hivatkozás, ami is a tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy a konkrétan a Microsoft termékekben hogyan implementáljam ezt a védelmi megoldást. Még egy érdekes pontot, ez a két érdekes pontot szeretnék itt megmutatni. Amikor föl kell mérnem, hogy kivel állok szemben, akkor nagyon sokszor vagy valamilyen kiberbűnözői csoporttal, vagy pedig valamilyen államilag támogatott csoporttal fogok szemben állni. Tehát, hogyha például egy típusú támadást azonosítottam valamilyen úton, módon, és ezt a támadást ezt hozzá tudom kötni valamelyik támadó csoporthoz, akkor sokat segíthet számomra, hogyha megismerem, hogy hogyan szoktak egyáltalán dolgozni, és kik is állnak mögöttem. Itt, hogyha a különböző csoportokat végignézem, rengeteg nevet lehet találni, például az Equotient jól ismerjük a korábbi szivároktatásokból. Itt felsorolásra kerül azt, hogy az Equotient valójában mit tudunk róla, tehát kicsoda. Kapunk egy kis információt is, ha különböző kártékony kódokkal, védelmi szoftvereket gyártóknak a weboldalára is, és azt is megkaphatom, hogy milyen támadási elemeket hol használtak, tehát hol találkoztak velük korábban a védelmmel foglalkozó emberek. Hát kiválasztok egy még ismertebbet, az APT28-at, hogy egy államilag szponzorált támadó csoporttól is beszélhessünk, ugye itt gyaníthatóan a Oroszország katonai felderítő hivatala, az Intelligence Directorate áll mögötte. Róluk egyrészt rengeteg álnevet is kaphatunk, nem ilyen, hogyan máshogy hívták őket, és itt ugye, a hivatkozásoknál szintén lehet látni, hogy milyen általuk ismert technológiákat, vagy milyen technikákat azonosítottak korábban. Nyilván egy ilyen szintű támadó csoportnál már abszolút egy kibővített technológiával beszélünk, de ne felejtsük el, hogy a támadó csoportok is valószínűleg mérnökök vannak mögötte, tehát lusták amennyire csak lehet, nem árt megismerni, hogy korábban mit használtak, és hogyan lehet védekezni ellenük. Ami még itt érdekes, az az, hogy a szoftvereket is föl lehet fedezni. Itt a szoftver menüpont alatt azokat a tipikus támadó szoftvereket lehet megismerni, melyeket a támadó csoportok használni szoktak. Tehát, hogyha például preventív vagy detektív védelmi intézkedéseket szeretnénk konkrétan egy-egy támadás ellen intézni, akkor célszerű végignézni, hogy milyen ismert támadó kódok vannak. Hogyha túl is jut mondjuk a támadó egy védelmi intézkedésünkön, valószínűleg a támadás egy adott pillanatában föl fog használni majd olyan kódot, olyan
megoldást, ami ellen, hogyha van valami specifikus védelmünk, akkor talán nem fog tudni tovább jutni, és valami egyéb megoldást kell majd használnia. Mondjuk legyen itt egy példa, nem tudom én, a FinFinisher nevű alkalmazás. A FinFinishernél is lehet látni, hogy kik használták korábban, és lehet referenciákat kapni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a FinFinisher ellen például védekezni. Ez tehát a védelmet megvalósító szervezetek de nagyon hasznos olvasmány, melyet mindenképpen javaslok áttekintésre. A következő hasznos forrásunk ez az amerikai NIST, NIST által gondozott National Vulnerability Database lesz, NVD, melynek a célja alapvetően az, hogy az egyes konkrét termékekkel, szoftverekhez kapcsolódó sebezhetőségeket listázzák és osszák meg a célközönséggel. Itt a legfontosabb kifejezésünk, ez a CVE, a Common Vulnerabilities and Exposures, azaz valamilyen egységes rend alapján vannak összegyűjtve azok a sebezhetőségek, melyekkel a támadás egy bizonyos fázisában ki lehet használni a szoftver sebezhetőségét, és nyilvánvalóan tovább lehet menni a támadásban. Ezeket a CVE-ket az úgynevezett CVSS-ben, Common Vulnerability Scoring Systemben pontozzák, azaz a CVSS segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy konkrétan az adott sebezhetőség egyébként mennyire fontos, milyen fontosságú, milyen problémákat jelent. Itt rögtön le is kattintok, illetve le is gurulok a legutolsó 20 bejelentett vulnerability-re, hogy egy picit átnézzük, hogy is működik ez. A CVSS-eket kettő rendszerben szokták pontozni, jelenleg a 3.1 és az, ami a legelterjedtebb, így eszélszerű nézni. Mit is látunk tulajdonképpen? Egyrészt ez a CVE kötője 2019 kötője 1906-os sebezhetőség. A CVE után kötőjellel mindig van egy év, amikor bejelentették az adott sebezhetőséget, és van utána egy most már jellemzően 5 számjegyből álló számsorozat, ami pedig az éven belüli sorozatszámát jelenti. Nagyon gyakran lehet látni, mint hogy itt is látszik, hogy 2020. április 22-én nyúltak hozzá gyakorlatilag ehhez a 2019-es sebezhetőséghez, hogy a legfrissebb sebezhetőségek, ezek nem feltétlenül a legfrissebben bejelentettek, hiszen hogyha valamilyen új információ kerül nyilvánosságra, vagy pedig még nincsen nyilvánosságra hozva teljes mértékben az adott CVE, akkor nyilvánvalóan ez folyamatosan bővülhet, változhat. Utána kapunk egy rövid leírást arról, hogy mit is érint itt ebben az esetben az ABB Telefon, Gateway, TGS 3.2 és a Bush Jaeger 6186/11 Telefon Gateway-re vonatkozó sebezhetőséget láthatjuk, melynek a besorolása 9.1-es, ez az kritikus. Hogyha rámegyek konkrétan erre a sebezhetőségre, akkor megkapom a további részleteket is, hogy valójában ez mit jelent. Egyrészt a CVSS besorolás több különböző szempont alapján próbálja megmutatni azt, hogy valójában milyen jellegű problémáról is van szó. Itt látszódik, hogy a base 9.1-es, tehát viszonylag nagy, az impact az 5.2-es, tehát maga a hatás azért az közel sem olyan nagy, mint amilyennek látszik. Az exploitability pedig 3.9-es, tehát még alacsonyabb. Tehát hiába tűnik ez egy nagyon magas besorolású sebezhetőségnek, de valójában a rendszerre való hatása ez egy közepes méretű, az exploitálása, a kihasználása pedig még kisebb, tehát nagyon-nagyon nehezen lehet konkrétan kihasználni ezt az adott sebezhetőséget, valószínűleg azért, mert nincsen még rávonatkozó sebezhetőség, nyilvánosan elérhető sebezhetőség. Miért lett mégis ilyen magas ez a base score? Hát azért, mert a különböző hálózati besorolások alapján, tehát különböző szempontrendszerek alapján ez jött ki. Először is az attack vektor, tehát hogy hogyan, milyen szintű hozzáférés kell a hatás kifejtéséhez, ez hálózati, tehát hogyha valamilyen módon hálózati hozzáférésem van egy ilyen rendszerhez, akkor könnyen ki fogom tudni majd mindezt használni. Látszik, van még egy, a különböző szempontok lehetnek, ugye helyi hálózati, lokális, illetve fizikai hozzáférés. Az attack complexity, tehát hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy kihasználjuk magát a támadást, ez alacsony szintű. Magyarul, hogyha lenne hozzá támadó kód, és lenne hálózati hozzáférés a rendszerhez,
akkor gyakorlatilag hacker Pistike is ki tudná mindezt használni. Privileges required, milyen szintű hozzáférés szükséges a rendszerhez? None, tehát gyakorlatilag, hogyha nincsen felhasználó a rendszerben, akkor is kihasználható mindez. További alacsony szintű hozzáférés, magyarul end user hozzáférés, tehát high adminisztrátori hozzáférések lehetnek még itt. User interaction, UI, none, illetve required, none, azaz itt nem kell semmilyen konkrét képernyő kép ahhoz, hogy ki tudjam használni. Nyilván hálózati hozzáférésről van szó, tehát hogyha hálózati szinten hozzáférek az eszközhöz, akkor ez kihasználható. Scope, unchanged, illetve changed. Ez alapvetően azt jelenti, hogy nem változik maga a scope, ahol maga a környezet, amiben ezt végre lehet hajtani a támadást. És mire hat? Bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás. Nyilvánvalóan, hogyha egy telefonközpontot le tudok hallgatni hálózaton keresztül, annak a bizalmasságra vonatkozóan viszonylag nagy hatása lehet, itt is ez lett bejelölve. Az integritás, a sértetlenség pedig szintén magas lett értékelve. Érdekes módon a rendelkezésre állási sebezhetőséget, ezt nem befolyásolja, maga ez a sebezhetőség none lett, így jött ki a 9.1-es értékelés. Exploitability Remediation Report Confidence Not Defined, azaz egyenlőre nem jelentek meg olyan támadó kódok, melyek segítenek megérteni, hogy valójában ezek az elméleti kihasználások, ezek mit is jelentenek. Hát egyenlőre ennek köszönhető a viszonylag alacsonyabb szintű besorolás. De valójában miről is szól maga a támadás? A támadás, ez részletes leírás, itt mint ahol láthattuk is, kapunk egy rövid leírást arról, hogy milyen rendszert érint a történet. Itt van egy analízis, meglehetősen rövidke, nyilvánvalóan, hogyha egy mélyebb problémáról van szó, akkor azért itt lényegesen több információt kaphatunk meg, illetve a referenciák, ahol részletesebben írnak arról, hogy miről is szól a sebezhetőség, illetve jobb esetben hogyan lehet mindezt elkerülni. Ebben az esetben az ABB-nél, a gyártónál érhető el egy útmutató a sebezhetőséggel kapcsolatban, tehát jól tudunk előre menni, jól lehet megkeresni azt, hogy hogyan tudjuk elhárítani a rendszer. További érdekesség, és itt megyek is egy kicsit tovább, hogy hogyan lehet egyébként a minket érdeklő rendszerekre vonatkozó adatokat megkapni. Az MVD-ben van egy struktúrált felsorolása arra vonatkozóan, hogy milyen gyártó, milyen rendszerét találjuk meg. Itt konkrétan ez a CPE, 2.2.3, 2.H, 2. Busi-Jäger, 2.6186 per 11, illetve ugye miután ez kettő rendszerre is vonatkozik, a CPE 2.2.3, 2.O, 2.ABB, 2.TG, tehát ez a fajta viszonylag bonyolult, de mégiscsak struktúrált leírás segít minket eljutni magához a termékhez, és ez segít is abban, hogy keressünk is magában az adatbázisban, keressünk is egyet. Hogyha például a Windows 10-re vonatkozó sebezhetőséget szeretném megtalálni, akkor itt a search mezőre kattintva, mondjuk vulnerability search-ot szeretnék keresni, legyen mondjuk itt az Advanced-re vonatkozóan, a vendornál, hogyha bekezdem bírni azt, hogy Microsoft, már kapom is a találatot, majd utána a productból legördülő menüben tudom kiválasztani, hogy például engem a Windows 10 sebezhetőségek érdekelnek. Látszik, hogy van egy külön lista neki, amíg ráadásul a verziót is szeretném kilistázni, mondjuk a legfrissebb 19.09-es listát szeretném megkapni, akkor erre így van lehetőségem. Nézzük is meg, hogy milyen találatokat fogunk majd kapni erre vonatkozóan. Itt is van, jelen pillanatban a 19.09-es Windows 10-re vonatkozóan összesen 682 bejegyzés érhető el. Itt a Publish Date Sending, tehát a legfrissebben publikáltakat lehet megkapni, itt a 2020-1094-es, egy április 15-én publikált sebezhetőség az utolsó, egy 7,8-as besorolást kapott, és ez egy privilégiumokkal kapcsolatos sebezhetőség, amit, hogyha itt végig is nézek a vektorokon keresztül, akkor lehet látni, hogy AV-L, tehát
Tehát ez egy lokálisan kihasználható sebezhetőségről beszélünk, tehát nyilvánvalóan ezért kapott egy alacsonyabb listát. Jaj. Lokális, igen, a támadásnak a komplexitása alacsony, a alacsony szintű privilégium érhető el, a többit pedig már láthattuk is. Confidentiality, integrity, availability, high, tehát ezek magas sebezhetőséget, potenciál sebezhetőséget jelentenek. Nyilvánvalóan Microsoftnál el lehet olvasni, hogyan lehet mindezt kezelni, és mint látszik itt egy patch, tehát egy javítás is elérhető már. Ha tehát részletes részleteiben szeretnénk információt kapni a termékeinkről, akkor ilyen módon tudjuk összegyűjteni mindezt, természetesen egy folyamatos riasztásba is megkaphatjuk, tehát semmi sem akadályoz minket arra, hogy ezeket a CV-eket mondjuk egy RSS feedben, vagy valamilyen más megoldásban is megkaphassuk. Természetesen nem csak az NVDA rendelkezésre, vannak más források is, más CVE adatbázisok, amelyeket adott esetben még jobban lehet szűrni, még jobban lehet keresni bennük. A CVE adatbázisokra keresve több ilyen listát is találhatunk az interneten. Nyilván, ha megvannak a sebezhetőségek, akkor ezeket pecseléssel, beállítással lehet valahogy javítani. A pecseléseket majd valahogy megoldja a gyártó. Viszont nem árt, hogyha van egy olyan biztonságos konfigurációnk, melyek eleve megnehezítik a támadó dolgát, hogyha egy pecseletlen javítatlan sebezhetőséggel van dolgunk. A következő ilyen adatbázisunk, ez a National Checklist Program Repository, az NCP, a National Checklist Program, melynek a célja az az, hogy a National Vulnerability Database-ben azonosított CVE-ek mellett egy másik jó alapvető beállítási képességet adjon a biztonsági üzemeltetéssel foglalkozó kollégák számára. Azokat a pontokat, amiket itt leírál, melyek itt leírásra kerülnek, ezeket az úgynevezett hardening eljárásban szokták alkalmazni. A hardening a rendszerek megerősítéséről szól, és konkrétan a hardening feladata az az, hogyha van egy adott típusú elektronikus információs rendszer elemem, mondjuk egy Microsoft Windows 10 operációs rendszerem, akkor legyen a kezemben valamiféle olyan útmutató, melynek segítségével én be tudom kattintgatni azokat a konfigurációs elemeket az operációs rendszerben, melynek segítségével az biztonságosabb, támadhatatlanabb lesz majd. Nyilvánvalóan itt megint csak azt kell figyelembe venni, hogy a végtelenségig el lehet bonyolítani egy ilyen konfigurációt, tehát hogyha minden egyes pontot betartanánk az ajánlások közül, akkor valószínűleg semmi nem működne a rendszeren belül, tehát itt is az arany középutat keressük meg, együtt működve természetesen a Windowshoz értő Microsoft üzemeltető kollégával. Nézzük is akkor meg, hogy hogyan néz ki ez az NCP adatbázis. Különböző checklistek vannak, én kettőre hívnám fel a figyelmet, az egyik a compliance, a másik pedig a specialized. A compliance segít leellenőrizni azt, hogy milyen szinten vagyunk mondjuk egy NIST-SP 853-as elvárás listához képest. A specialized pedig segít abban, hogy egyébként beállítsuk a konkrét rendszert arra vonatkozóan, hogy meg is felejjen ezeknek a compliance listáknak. Content type-ban két érdekességre, három érdekességre hívnám fel a figyelmet. Egyrészt van itt egy olyan menüpont, amit úgy hívnak, hogy ESCAP, vagy SCAP-nek is szokták ejteni. Ez a Security Content Automation protokollnak a rövidítése. Az ESCAP-nek a feladatrendszer az az, hogy compliance-t ellenőrizzük, azaz, hogyha van egy mondjuk egy Windows operációs rendszerünk, akkor az ESCAP-ben leírtak szerint az erre felkent és erre alkalmas rendszer végig tudja nézni, hogy egyébként az adott rendszer az megfelele az elvárásoknak. Vannak emellett az úgynevezett XCCDF-ek, az Extensible Configuration Checklist Description Formatok, melyek pedig részletes leírást és információt is adnak arra vonatkozóan, hogy az adott rendszert hogy is kéne beállítani. Hogyha pedig automata módon szeretnénk beállítani a rendszerünket, akkor erre vannak különböző megoldások, tehát mondjuk a GPU-k, a Group Policy Object-ek,
ezek segítenek abban például Microsoftos környezetben, hogy automatikusan mondjuk sok-sok végpont beállításra kerüljön azon elvek alapján, amiket leírnak egy központi rendszerben, de itt az összes többi Puppet, meg Ansible Playbook, meg hasonlók is segítenek a tömeges konfigurációra vonatkozóan információkat adni. Authority kiadta ki konkrétan az adott ajánlást. Itt lehetnek gyártói és lehetnek kormányzati ajánlások is. Mi a target, azaz milyen rendszerekről beszélünk, látszódik a listában, hogy bőven nem csak Microsoft rendszerek vannak itt felsorolva, tehát nagyon sok gyártó, különösen akik az amerikai kormányzatba szállítanak, nyilvánvalóan fontosnak találták azt, hogy adjanak ki ilyen központi ajánlásokat. Keresünk is rá, illetve rá is kerestem én Microsoft Windows 10-re. Itt a Microsoft Windows 10-en belül lehet látni, hogy három találatunk van. Egyrészt van egy Windows 10 STIG, STIG, melynek a feloldása Security Technical Implementation Guide. Ennek a kiadója Defense Information System Agency, tehát amerikai kormányzati ajánlásról van szó. Illetve van két másik ajánlásunk, ez a Center for Internet Security-től, a CIS-től származó benchmarkok, a 1803-es és a 1809-es, zárójel azóta egyébként van 1909-es ajánlás is, mely a kormányzattól független, de mégiscsak egy jól használható ajánlást adnak. Én most kettő dokumentumot nyitottam meg, egy ESCAP-et, amiben azt lehet látni, hogy mit kéne ellenőrizni a compliance szempontból, megfelelőségi szempontból a Windowsokon, és hogyan működik ez, illetve egy XCCDF-et. Nézzünk is akkor bele ezekbe. Így néz ki egy ESCAP file, ami jól láthatóan ez egy XML file. Ennek megfelelően humán ember számára viszonylag nehezen értelmezhető, de az ESCAP szabványnak nem is feltétlenül az a feladata, hogy ember olvassa ezeket, hanem sokkal inkább az a feladat, hogy valamilyen szoftver számára értelmezhető módon és kezelhető módon lehessen végigmenni a sebezhetőség vizsgálaton. Ez egy belső sebezhetőség vizsgálat lesz, tehát feltételezi az XML file, hogy van egy olyan szoftver megoldásunk, ami lehetővé teszi ennek a fájlnak a beolvasását és elemzését. Az ESCAP kompatibilis eszközök listáját pedig ugyanígy a NIST-nél tudjuk elérni. A Security Content Automation Protocol Validation programon belül számos olyan terméket auditáltak már, melyek lehetővé teszik az ESCAP-eknek a használatát. Itt a jól ismert sebezhetőségvizsgáló megoldások mellett nyilván a nagy gyártók, például a Microsoftnál is van olyan megoldás, aminek a segítségével a saját magunk által kezelt rendszerek kompatibilitását végig lehet nézni. Az ESCAP-pel tehát Isten igazából nagyon sok mindent nem tudunk tenni beállítási szempontból, de hogyha már van egy komplex rendszerünk, akkor ennek ellenőrzése lehetővé válik. Ezzel szemben a másik dokumentum már jóval több információt ad, ez ugye a STIG-ünk, a Security Technical Implementation Guide-unk a Department of Defense kiadásában. Zárójel természetesen ilyet a Microsoft a gyártói honlapon is lehet gond nélkül találni, és általában, hogyha nem feltétlenül amerikai szövetségi környezetben dolgozunk, akkor is célszerű inkább a gyártóét követni, de mégiscsak egy olyan baseline-t jelent ez a dokumentum, amit érdemes végignézni. Itt szépen végig lehet követni azt, hogy az egyes leírások, ezek alapvetően egy-egy szabályra vonatkoznak, követve egyébként az ESCAP-et, ezt fogják majd ellenőrizni benne, mit, hogyan kell végrehajtani. Itt megtalálhatjuk a vulnerability-t, milyen sebezhetőség ellen véd. Megtalálhatjuk azt, hogy mit kell leellenőrizni, és hogyan tudjuk leellenőrizni, hogy az adott követelménynek, konfigurációnak eleget teszünk-e. Illetve részletesebb leírásokat is kaphatunk mindenhova, például ugye mert vannak a szabályok is, a szabályrendszerek, melyeket végig tudunk követni. Ehhez amúgy járul egy GPU is, tehát hogyha szeretnénk mindezt egy-egyben beállítani a Windows-os rendszereken, akkor a DoD szolgáltatta hozzá a szükséges segédfájt is. Én őszintén szóval nem feltétlenül gondolom, hogy ez mindenféle copy-paste-elés olvasás nélkül, értelmezés nélkül lefuthatható lenne, de mindenképpen egy jó forrás szolgáltat az operátoroknak, hogy végig tudják nézni, hogy mi az, amiben megfelelnek, és mi az, amiben esetleg érdemes lenne még egy kicsit fejleszteni. Összességében tehát a rendszerek biztonsága
alapvetően több különböző paramétertől függ. Mindenképpen érdemes egyrészt alaprendszerben, rendszerelemben, másrészt pedig komplex infrastruktúrában is gondolkodni. Ne felejtsük el, a komplex infrastruktúra biztonsága az ott kezdődik, hogy az egyes rendszerelemek megfelelően biztonságosak. Erre szolgálnak egyrészt a különböző sebezhetőségvizsgálatok, melyeknél meg lehet nézni azt, hogy az adott rendszer milyen ismert sebezhetőséggel áll szemben, másrészt pedig azok a hardening guide-ok, melynek segítségével be lehet állítani a rendszereket úgy, hogy a legkisebb támadási felületet mutassák. De ettől a rendszer elem még csak rendszerelem lesz. A rendszer a különböző rendszerelemek interakciójából fog majd keletkezni. Erre szolgálnak majd a különböző szintű greybox, blackbox, illetve etikus hekkelési projektek, melyek a rendszerek összefüggését segítenek majd földeríteni, illetve az ezekben rejlő sebezhetőségekre segítenek majd rámutatni. Remélem, hogy hasznos információkat kaptak ebben az előadásban is. Köszönöm szépen mai figyelmüket, és további jó tanulást kívánok mindenkinek!